Egy intenzív osztályi orvosi eszközt is a zsákokba tömörítve a magyar barlangi mentők csapata ért le először az 1040 méter mélyen fekvő bajba jutott barlangászhoz. A csapathoz tartozó orvos pedig azonnal vértranszfúziót hajtott végre a 40 éves férfin. Mark Dickey egy nemzetközi felfedező csapattal indult felderíteni a törökországi Morka víznyelő mélységeit augusztus 31-én. Majd 1040 méteres mélységben gyomorvérzése lett, amely miatt nem tudott tovább mozogni. Feleségének több mint egy napig tartott a felszínre tartó út, hogy segítséget kérjen. A Magyar Barlangi Mentőszolgálat emberei pedig már szeptember 3-án a helyszínre érkeztek. A Magyar Barlangi Mentőszolgálat egészségügyi csapata volt az első, aki a helyszínre ért, és olyan életmentő beavatkozásokat tudott végrehajtani a sérültön, amit abban a pillanatban Európában senki nem tudott végrehajtani. Ez jelenti azt, hogy olyan gyógyszeres kezelést és vértranszfúziót kapott, amit a felszínen egy intenzív osztályon lehet csak elvégezni. A Reuters hírügynökség első felvételein épp a magyar csapat tagja beszélt a körülményekről. Saját orvosunkat, dr. Zádori Zsófiát és orvosi felszerelést hoztunk. Továbbá köszönjük a vért, amit mi hoztunk ide. Mark sokkal jobban érzi magát, amióta megkapott minden szükséges folyadékot és gyógyszert. Jól vagyunk, a második magyar csapat is épségben megérkezett, itt vannak. Nem vagyunk olyan sokan, így most próbáljuk az aktuális utazóvonalakat rendbe tenni azzal, ami itt van. Ezután kezdtek el gyűlni a nemzetközi barlangi mentőerők a víznyelő bejárata körül, akik elkezdték tágítani a barlang szűk bejáratait, illetve megkezdték a kötélpályák kiépítését, sőt egy vezetékes telefonrendszert is kiépítettek. A barlangi mentés az igen-igen ember és erőforrás igényes tevékenység. Nagyon sok olyan hely van a barlangban, nagyon sok olyan rész van, ahol nagyon sok kézi munkára van szükség. Szűkületekben átadogatni a sérültet, nagy aknákon felhúzni, és egyáltalán a mozgatása, egy sérült kíméletes mozgatása sok kézi munkát igényel. Ehhez csak nem 170 barlangi mentő érkezett a helyszínre, köztük 29 magyar. Jelenleg egy komplex sátorváros épült fel a barlang környékén, ott foglal helyet a vezetési pont, ahol a vezetést végző olasz kontingens tartja a szervező értekezletét, irányítja a mentőerőket a barlangban. Ugyanebben a táborban pihennek az éppen felszínen levő barlangi mentők, és itt tárolják a szükséges felszereléseket is. A barlangban 100%-os páratartalomban 4 fokos hőmérséklet mellett dolgoznak a barlangi mentők váltásban, néha alvás és evés nélkül, míg a sérült már csak nem 2 hete a barlangban van. Berentés Ágnes fotós is a felfedező csapattal tartott, így testközelből kísérte végig a szerencsétlenül járt barlangász kálváriáját. Az 1050 méter mély táborban van, tehát majdnem a barlang alján, és ez egy nagyon kényelmes tábor, de nyilván nem ilyen sokáig. 10 nap az már túl sok. Barlangi mentőink az Európai Barlangi Mentők Szervezetének első segítségkérésére elindultak, pedig talán kevesen tudják róluk, hogy tevékenységüket munka és család mellett végzik. Egy ilyen projekt pedig általában meghaladja a lehetőségeiket. A barlangi mentőszolgálatot alapvetően a barlangászok, természetjárók tartják el, adományokból, SZIA 1%-okból gazdálkodunk. Mivel ez a mentés, ez most jelentősen meghaladta a lehetőségeinket, ezért gyors segítséget kaptunk a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól, és a Honvédelmi Minisztérium is többféle segítséget nyújtott nekünk, például abban, hogy a repülő menetrenden kívül kijuthassunk a helyszínre. Várhatóan még a mai napon sikerül felszínre hozni a barlangászt, ahol már egy orvosi csapat várja, hogy minél hamarabb kórházba szállíthassák.